Millás reggeli. Na hát egy izgalmas szituációnak lettek tanúi azok, akik követték a Dunafer állami részesedésének árverését a tegnapi napon, ahogy egyébként újságíróként ezt megtette Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója is. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Nem egy túl nagy részesedésről van szó. Hogyan kell ezt értelmezni, hogy tényleg ennyi volt az államnál, vagy korábban eladott egy nagyobb adagot, ez a 0,4, mit mondtunk, 10 ezred, vagy ezrelék, vagy 10 ezred százalék, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni, 103 részvényről van szó. Hogy ennek mi a jelentős, van-e jelentősége ennek a paketnek, ami most itt úgy néz ki, hogy gazdát cserél, de erre is kitérhetünk, hogy lehet, hogy nem. Hát ugye az cég irányítása szempontjából sok jelentősége nincs, mert ugye ez jelentősen nem befolyásolja. Abból a szempontból egyébként lehet, hogy ugye a fő tulajdonosa a cégnek jelenleg nem nagyon tudja irányítani a vállalatot, mert ugye ez egy ciprusi cég, ami mögött három tulajdonos áll, akik összevesztek, és ugye ez okozza a Dunafer fő problémáját, és nem annyira tudnak értelmesen összehívni olyan közgyűlés, amit mindenki elfogadna, és így nem is igazán tudnak jelen lenni, hogyha olyan közgyűlést tartanak, ahol nincsen feltétlenül korlátja annak, hogy mennyi szavazatszámnak kell jelen lennie, akkor eznek a paketnek is lehet jelentőség, de hát ugye nyilván ez egy eléggé nehezen elképzelhető helyzet. És ugye tegnap, amikor mi írtuk ezt a cikket, akkor egyébként 1200 forinton állt a licitálás, ugye ez tegnap este zárult, a végső ár az 2.200.000 forint lett, tehát akkor még ott licitáltak rá, de ugye akkor is az látszik, hogy ez ennek magának a paketnek abból a szempontból, hogy ilyen csak a céget nincs jelentősége. Abból a szempontból lehet, hogy egy későbbi tranzakcióban esetleg, hogyha eladja a többségi tulajdonos a Dunafert, akkor nem kell azzal bajlódni, hogy még egy állami tulajdonos is van, ami nem feltétlenül egy vevőnek nem feltétlenül előny. Ugye azért mondtam, hogy nem is biztos, hogy megtörténik a tulajdonos váltás, mert hogy itt az igazgatóság, már ez is ugye egy érdekes, mert ha jól tudom, egy ilyen inkompetens a board is, tehát valakik azt mondják, hogy ők vezetik a Dunafer, de még ez sem tiszta, ők megvétózhatják ezt. Igen, a licitálásra is fölhívták erre a figyelmet, illetve az árverésnél, hogy akkor történhet meg a tranzakció, hogyha az igazgatóság rábólint, és hát ugye a fő probléma pont az jelenleg a Dunafernél, hogy nincsen olyan igazgatóság, amit mindenki elfogadna, sőt, hát jogi értelemben nincs is igazgatóság, mert az elmúlt években, hónapokban lejárt a mandátuma azoknak, akik voltak, és hát mivel összevesztek a tulajdonosok, és nem igazán sikerült közgyűlés összehívni, ezért nem tudtak másokat, vagy újakat kinevezni. Ugye van egy három erőcsoport, van, aki itt egymással küzd, és mindenki mást tartana a jogos vezetőjének a cégnek. Ugye a korábbi vezetés van házon belül, ők irányítják a Dunafert, de nem tudom, hogy jogilag egy olyan esetben, amikor ugye jóvá kell hagyni az igazgatóságnak, akkor ugye az elvileg lejárt mandátú igazgatóság döntése az ilyenkor mit tud érni. Ilyen több közgyűlés is volt, amiket tartottak az elmúlt hónapokban, főleg ugye év eleje óta, de ugye ezt nem fogadják el az egyes erőcsoportok, és amit ennél is fontos, hogy a cégbíróság sem fogadja el, tehát az elmúlt egy éve a Dunafernek a cégbíróságon tele van olyan bejegyzésekkel, amiket visszautasítottak, töröltek, megfellebbeztek, azt is visszautasították, és aztán ugye ebből alakult ki az, hogy jelenleg nem nagyon van vezetője hivatalosan a cégnek. Hát ez egy fekete öveseknek való spekipálya, tehát ugye nagyon sok ha van benne, mert elvileg arra lehet spekulálni, hogy oké, ez a 2 millió forint nagyon felhajtották a végén, de az lehet ugye, hogyha esetleg egy ilyen újabb átadás történik, akkor pont az a 4-10 ezred százaléknyi tulajdonrész az egy fontos tényező lehet, és akkor annak az ára az annyi, amennyit akkor éppen mond a tulaj rá, tehát valami ilyesmi lehet átérben, de hát annyi ha van közben, ahogy hallgatom, amit mondasz, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon-nagyon komoly spekulációs pálya. Hát igen, és hát itt tényleg főleg a fő kockázat az, hogy ha az igazgatóság, ha lesz, akkor azt mondja, hogy mégsem, vagy pedig megjósol, mert hogy ugye igazából itt ugye az államtól nagyon régóta várnak szerepállásra, mégiscsak egy olyan nagy vállalatról van szó, ami rengeteg embert foglalkoztat, és ott a környéken rengeteg embernek ad megélhetést.
ebből a szempontból, hogyha ez tényleg azért történik ez az eladás, hogy rendezni tudják esetleg egy későbbi nagyobb tranzakcióval a Dunafernek a helyzetét, akkor az lenne a logikus, hogy maga a cég veszi meg ezt a, ezt a pakettet, és hogy másra az igazgatóság nem is feltétlenül bólintana rá. Igen. Izgalmas, ugye hát ugye voltak ilyen kritikák, hogy a Mátrai erőműhöz hasonlítva az olyan nagy foglalkoztatóknak, mint amilyen az ISD Dunafer is, ugye a magyar állam segítségére kéne, hogy siessen. De ugye voltak olyan kritikák, hogy persze hát annó a szocialisták privatizálták, ráadásul ugye ellenzéki vezetésű városban működő cég, az önkormányzat meg a szakszervezet kérései nem hallgattattak meg, nem segít senki, az acéliparban is nehéz lenne a tiltott állami támogatás vétsége nélkül segíteni. Szóval nagyon sok sebből vérzik ez az egész. Hát igen, ugye itt az a 3400 alkalmazott, aki a Dunafernél van, azért a környéken elég jelentős. Én megnéztem a teljes járásban összesen 4700 álláskereső van, tehát így majd, hogy nem megduplázódna az álláskeresők száma, hogy itt egyik pillanatban a másikra bezárnák a Dunafert. Ugye a kérdés az az, hogy tényleg működik ez a too big to fail egy ilyen vállalat esetében, tehát hogy mindenképp meg kell menteni, és nem lehet hagyni elbukni, mert túl nagy. Ugye azért a Dunafer az elmúlt években, sőt, hát igazából a rendszerváltás óta válságról válságra él nagyjából, tehát többször voltak olyan akciók, amikor ki kellett segíteni valamilyen módon, vagy nagyon kérdéses volt a vállalatnak a jövője. 2012 óta a cég két évben volt nyereséges, összesen meg 150 milliárd veszteséget hozott össze, ami hát annyira nem tűnik fenntarthatónak. Ugye a magyar acéliparnak a helyzete nem könnyű. Azt szokták mondani, hogy ahhoz nem feltétlenül gyártanak elég jó minőségű acélt, hogy olyan igényesebb iparágaknak a beszállítói legyenek, mint mondjuk az autóipar, ahhoz meg nem gyártanak elég olcsó acélt, hogy fölvegyék a versenyt azokkal a rosszul vannak pozícionálva. Igen, tehát hogy nem igazán könnyű az ő helyzetük. Nyilván ugye ez a különböző beruházásokkal sikerült ezen javítani, de hát látható, hogy az eredményességét nem sikerült rendezni a vállalatnak. A probléma meg ugye az, hogy most egyébként iparágilag egy viszonylag jó helyzetben lennének, mert valószínűleg az árak kedvezőek, de hát ezt így kevésbé könnyű kihasználni, hogyha ennyire zavaros a cég körüli helyzet. Mikor lehet ebből valami? Tehát először igazgatóság kell, és akkor utána az igazgatóság rábólint, vagy nem erre a tranzakcióra, amiről beszélünk, és akkor onnan talán valamiféle rendezést láthatunk? Ugye arról voltak hírek az elmúlt napokban, hogy a egyik fő tulajdonos, ugye a Dunafertnek a három tulajdonosa nem közvetlenül birtokolja a Dunafert, hanem ugye egy Steelhold nevű ciprusi cégen, és ennek a Steelholdnak az egyik fő tulajdonosa, egy orosz bank, az most tárgyal egy szakmai befektetővel, hogyha ott történik egy tranzakció, és ezt eladják, vagy sikerül ott a tulajdonosoknak valahogyan megegyezni és úgy eladni, akkor valószínűleg egy picit könnyebb helyzetbe kerülnek, és akkor lehet, hogy meg lehet oldani. Ugye itt a probléma az, hogy elvileg úgy lehetne igazgatóságot kinevezni, hogy a Steelholdnak a három tulajdonosa megegyezik abba, hogy ki irányítsa a Dunafert, és hát erre viszont nem sok esély látszik az elmúlt hónapok történései alapján. Hát, érdekes szitu. Köszönjük szépen az információkat. Köszi, meglátjuk a folytatást, így van. Én is köszönöm. Szia, szia. Szervusztok. Jandó Zoltánnal, a G7.hu újságírójával beszélgettünk arról, hogy az állam kiszáll a Dunaferből, majd meglátjuk, a tranzakció záródik-e, ugye azt is elmondtuk, hogy egyelőre. Ebben az az érdekes, itt mondta a Steelhold ilyen ciprusi céget, ugye, illetve ugye ezt a céget, ugye ebben van ez a webbank, amiről szó volt, ugye, hát ugye a három meghatározó tulajdonos egyike, ukrán, örmény, orosz, Oleg Mkrtchan, ő 9 éves börtönbüntetést kapott Oroszországban, és onnan próbálkozik, tehát az egész az teljes káosz, és ugye pont ugye az ukrán szituációnak, a krími szituációnak volt a legnagyobb kárvalótja, konfliktusnak a kárvalótja a Dunafer, mert a Donbass Ipari Szövetség vásárolta meg akkor, ez egy óriási ukrán csoport, a Donyec medencében volt a legerősebb, ugye ott tombolt a polgárháború, igen. És így aztán innentől kezdve már ez a polgárháború is sújtotta a céget, és valahogy így a szövevényes cég tulajdonlási háttér meg struktúra mellett ez is probléma volt itt a Dunafernél. Hát óriási probléma továbbra is, tehát megoldás az nem nagyon látszik, majd kiderül, hogy mi lesz a Dunaferrel. You can keep